Két nap alatt összesen 76 műsorszámot mutattak be a gyerekek a zsűri és a lelkes közönség előtt. Többen táncos vagy zenés produkcióval, népdalokkal készültek, de a legtöbben verset vagy mesét adtak elő. Mi állatban vagy? Kérdezte a király. Drága kincsem van, felségednek szeretném adni. Azzal előhúzott zsebéből egy papírcsomagocske, és a királynak adtam. Máté nem először szerepelt közönség előtt. Ez a második versenyem, voltam előtte egy ilyen kicsit másabban, ott kicsit kevesebb ember volt, meg nem mikrofonban. A fellépőket osztálytársaik is elkísérték a fesztiválra. Olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az iskolánkból három kisgyerek is bejutott a városi döntőbe, és eljöttünk szurkolni, az egész osztály itt van, és mindannyiuknak szurkolunk. Az idei volt a 10. gyermekművészeti fesztivál Szombathelyen. Régen még gyermekek háza, aztán agóra, és most már a sportházad helyett körülbelül 8 éve annak, hogy a gyerekek bemutatkozzanak egy évben egyszer. Általában alsó tagozatos és felső tagozatosok azok, akik érkeznek a megyéből és a városból. A rendezvény népszerűsége töretlen. A gyermekművészeti fesztivál jó alkalom arra, hogy kicsik és nagyok megmutassák, miben tehetségesek.